Hogyan alakult ki a Minden Szentek és a Halottak napja? A Halottak napja, illetve a Minden Szentek ünnepe egy vallásos környezetből alakult ki. Egészen régi ószövetségi alapjai vannak, és talán érdemes is egy részletet, ha föl is olvasok ezért a Szentírásból, Bölcsesség könyvéből, a második fejezettől, ezt írja a Bölcsesség könyvében. Isten ugyanis halhatatlannak teremtette az embert, és saját hasonlatosságára s képére alkotta. A halált pedig a sátán irénységéből jött a világba, s követők őt azok, akik az ő oldalán vannak. Az igazak lelke azonban Isten kezében vannak. A halál kínja nem éri őket. Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, távozásukat balsósnak vélték, a végső romlásnak, hogy elmentek tőlünk, ők azonban békességben vannak. Ha kint szenvedtek is az emberek szemében, reményük halhatatlansággal teljes. Kevés fenyítés után nagy javakban van részük, mert Isten próbára tette, és magához méltónak találta őket. Megvizsgálta őket, mint az aranyat a kohóban, és elfogadta őket egészen elégű áldozatul. Látogatásuk idején pedig az igazak felragyognak, olyanok lesznek, mint a szikra, amely a nádasban tova terjed. Ítélkeznek nemzeteken, és uralkodnak a népeken. Az Úr lesz a királyuk örökké. Aki benne bízók, megértik az igazságot, a hívek kitartanak mellette szeretetben, mert választottainak kegyben és békességben részesülnek. Tehát már az Ószövetségi Szentírásban is, és a választott nép fiai is tisztelték az elhuntjaikat, nagyjaikat, és úgy gondolták, hogy igenis ők számítanak az élők sorsának alakulásában. Egyébként pedig az egyházban egy szép története van ennek az ünnepnek, és ezt a Adorémus című folyóiratból idézném, mert olyan szépen és tömören összefoglalja. Keleten már 359-ben a szír Szent Efrém írt himnuszt a szent vértanukról. 380-ban aranyszájú Szent János mondott beszédet róluk pünkösd utáni vasárnapon. A keleti egyházak megtartották ezt a hagyományt. 412-ben a szír maronitológum húsvét 8-adának péntekén emlékezett meg a vértanukról. Nyugaton 4. Bonifác pápa 609-ben megkapta az összes pogány Isten tiszteletére épült római panteont, és május 13-án fölszentelte Mária és az összes vértanúk tiszteletére, Santa Maria ad Martires néven. 3. Gergely pápa 731 és 741 között volt pápa, ezt a napot engesztelésül a Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz embernek emléklapjává tette. 9. Gergely pápa, 827-től volt 844-ig pápa, helyezte november 1-jére az ünnepet. A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasztalásunk, csupán a mi javunkra válik, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket, írja Szent Bernát apát, a bencés rendnek az alapítója. A tisztító helyen szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyert az a hívő, aki november 1 és 8-a közötti napon áhítatos lélekkel temetőt látogat, és legalább lélekben imádkozik az elhunytakért. Tehát a szentek emléknapjai, minden szentek emléknapja így alakult ki a történelem során. Magyarországon több régi árpádkori templomunknak is, hát a titulusa, a minden szentek voltak. Aztán a halottak napja, a klünyi bencé szerzetesek már a 10. században ezen a napon emlékeztek meg az összes megholtról, tehát november 2-án. 15. Benedek pápa 1915. augusztus 10-én adott
engedélyt rá, hogy ezen a napon minden pap 3 szent misét végezhessen az elhunytakért. Az elsőt saját szándékára, másodikat az összes megholtért, harmadikat a Szent Atya szándékára. Szent Ambrus püspök így vigasztal minket, amikor testvérek Szaturiusnak haláláról írt. Krisztus nem akarta haláltól megmenekülni, s minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen a halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett. Aki ezen a napon áhítatos lélekkel templomot vagy kápolnát látogat, és a mi atyánkot és a hiszegykedjet elimádkozza, teljes búcsút nyerhet a tisztító helyen szenvedő lelkek javára a szokott feltételek mellett. Hát az ünnepről így ír az Adorémusz, és a kialakulásban, tehát ezek játszottak nagyon fontos szerepet, amikor az elhunytakért imádkozunk, de az is nyilvánvaló, hogy a római egyház már kezdetekről fogva megemlékezett a vértanúkról. Ennek egyik hát történelmi, mai napig is fennmaradt dokumentuma a Szentmisének az első úgynevezett kánonja, mert abba az akkori vértanúkat név szerint is megemlíti. Tehát ez a megemlékezés mindig fontos volt az egyházban. Akkor az alapvető különbség a minden szentek és a halottak napja között, akkor ezek alapján, amit felolvasott, az, hogy minden szentekkor az egyházi szentekre emlékeznek az emberek, halottak napján pedig a saját halottainkra. Nem egészen így van, de a kialakulásában ez egy fontos rész volt. A mostani ünnep, a minden szentek ünnepe azért azt is jelenti, akiket nem avattak szenté, nem avattak boldoggá, és nincs nyilvános tiszteletük ezeknek a szenteknek, akik a katolikus egyház 3 részre osztja az egyházat. Van a földön lévő úgynevezett küzdő vagy vándorló egyház, zarándok egyház, van a mennybe hazaérkezettek, a megdicsőült egyház, és van, akik meg a kettő között vannak, ebből az életből már eltávoztak, de még nem tisztultak meg, még nem tökéletesen készek az isteni dicsőség befogadására, ezek pedig a tisztuló egyház. És hogyha ebben a teológiai felosztásban nézzük, akkor a minden szentek ünnepe azt jelenti, hogy már kanonizált, de főleg a nem név szerinti szentek, de akik mégis a mennyországban vannak. Mert az egyház azt tanítja, hogy egységben van ez a 3 egyház. A vándorló egyházért közben járnak a szentek, akik már a mennyben vannak, ha kanonizáltak, ha nem, de azért jellemző, hogy az egyház olyan személyeket kanonizál, avat szenté, vagy boldoggá, akik azért rendkívüli nagy hatással voltak már a földi életükben is, az egyházi tagokra, a világra, és hát a mások is ezért nagyon is tisztelik. Ismerte az ő nevük, meg a hatásuk is. Tehát ezeknek a szenteknek, a kanonizált szenteknek vannak erekjéik, vannak az ő tiszteletükre szentelt templomok, kápolnák, szerzetes rendek, tehát ott sok emléket őriz az egyházról, ami sok kegyelmet kap általuk. Mondjuk egy assisi Szent Ferenc, vagy egy páduai Szent Antal, aki egyébként az én védőszentem is. Sokszor szoktam én hozzá folyamodni nehéz ügyekben, a kisebb, apró dolgokban is, és mindig megtapasztalom a segítségét. Persze úgy tűnik, mintha természetes dolog volna, de azért mégis, hogy éppen valamire akkor akadok rá, amikor kell, mert nem találtam, mondjuk egy napi keresés után, hát akkor én azért az ő segítségének szoktam tulajdonítani, meg is szoktam köszönni. Tehát ilyenek ezek a szentek, viszont azok a szentek, akik a mi szeretteink, édesapák, édesanyák, nagymamák, hát egyeseknél a gyermekek, unokák, akik valószínű, hogy a mennyországban vannak. És akkor hát azért ők is, itt is egy nagyon érdekes dolog, hát vannak szentek, akik nek már most tapasztalható a hatásuk itt a Földön, hogy bizony bátorítást, erősítést adnak a betegségben, krízishelyzetben lévő családtagok számára is,
és aztán pedig vannak, akikről csak megemlékezünk, mert szerettük őket, mert kedvesek a számunkra, és tulajdonképpen hát így aztán az ő megemlékezésük, hát a minden kultúrában is egyébként is a nagy emberekről, akik az életüket áldozták, vagy az ő életük és munkásságuk nagyon fontos volt a közösség számára, azokról is mindig megemlékeznek, hát koszorúzásokkal és ünnepségekkel. Na most a halottak napja, a november 2-a, az pedig egy karitatív dolog, de hát szintén a szeretetnek és azért a tiszteletnek is a ünnepe, bár általában azért meg kell hagyni, és akkor erre majd utána kitérek, hogy a mai szokások hogyan alakulnak, de tulajdonképpen ez azt mondja, hogy a lelki irgalmasság cselekedeteihez tartozik, a holtakról megemlékezni. Nem csak eltemetni őket, mondjuk a katolikus szertartás szerint, hanem imádkozni is az ő lelki üdvükért. Az azt jelenti, hogy a mennyországba bejussanak, minél hamarabb. Ennek is van egy teológiai alapja, hogy a földi élettel lezárul az érdemszerzés lehetősége. Lezárul az övé, de viszont akik még a földön élnek, azoké nem. És akkor ebben segítheti a vándorló egyház, a küzdő egyház az elhunytakat, hogy érdemeket szerez, teljes búcsút nyer az elhunytjai számára, vagy szent misét mondat. Ezért vannak halottakért, ugye hallottuk, hogy a halottakért végezhetők a szent misék, sőt többet is megengedtek. Tehát ezért van, hogy ez a szertartás most a halottaknak a lelki üdvéért ajánljuk föl. Ma is ez szokás, főleg a temetés napján, illetve a temetés napját követő évfordulókon szoktunk a elhunytakért. De valakiről ugye elhunytak már a hozzátartozók, vagy nem emlékeznek meg róla, akkor itt viszont minden elhunytért is imádkozunk ezen a napon. Most a tisztító tűz az ember számára egy láthatatlan valóság, ez kívül esik a földi világon, de mégsem egészen. Ez is egy érdekes, a Jóisten irgalma adja ezt, hogy igenis, az embernek úgy egy jóvátételi lehetőséget ad a Jóisten, de ez viszont az egyház tanítása szerint ez már szigorú. Itt már az örökké valóságnak a fényében történik minden, és a lelki valóságnak a lehetőségei között. És ezért ezekért nagyon fontos, hogy imádkozzunk. Mert az az állapot, az egy nagyon nehéz állapot. Egyrészt a várakozás a legfontosabb, hogy ők vágyódnak már az üdvösségre, és nem juthatnak el oda. És hát, hogyha ez hosszú ideig tart, hogy valamire az ember várakozik, az még itt a földön is próbára tesz bennünket, és itt egyéb dolgok is vannak abban a másik világban, amit hát tulajdonképpen mi nem is nagyon tudunk. De jó is, hogy el van egy kicsit zárva előlünk ez a valóság, de azért a szentek néha beszámolnak róla. És ugye például a szentmiségért való folyamodás, mondjuk van ez is, hogy gregorián sorozat, egy elhunyt tér, hát bizony ez egy egyházi tapasztalat volt, hogy egyes szenteknek, ezek az elhunytak megjelentek, és kérték a paptársaikat, főleg a szerzetes rendben, hogy hát érte mondjanak miséket, hogy ő bejuthasson abba a boldogságba, ezzel a kölcsönös segítéssel, tehát mind a tisztító lelkek is imádkoznak, értünk, és mi is. Hát mindig kapcsolatban maradunk a Jóistenen keresztül. A közvetlen kapcsolat, hát ugye ez a spiritizmus, ez egy becsapás. Ugye ez a Halloweenhez is talán majd köthető, de itt Európában is, különösen az első és a második világháború környékén volt ez divat. De ez egy rossz dolog, mert tulajdonképpen nem az elhunytak lelkei jelentkeztek, mert azoknak megvan a maguk sorsa. Tehát az a Jóisten őket erre, ahogy hallhattuk, a békességben vannak, tehát nem lehet őket ide-oda citálni, meg a saját akaratunk szerint, ott már a Jóisten bölcsessége rendezi az ő életüket, nyugalmukat,
Úgyhogy ez egy téves eszme, hogy talán így lehet a halottakkal beszélni. Nem. Viszont egy lelki kapcsolat azért mindenképpen van. Édesanya, gyermeke, a nagyszülők és az unokák, és ezek a kapcsolatok, viszont ez valóságos. Ha már szóba került a Halloween, ugye ez egy kicsit populárisabb ünnep, hogyha úgy vesszük, hogyha nevezhetjük ünnepnek is, mint a Mindenszentek és a Halottak napja. De mit gondol, megfér egymás mellett ez a három nap, vagy nagyon alapvető különbségek vannak köztük, ami miatt nem összeegyeztethető, hogy 31 elsője, második, akkor Halloween, Mindenszentek, Halottak napja? Hát ugye a mai modern világunkban a globalizmus és az angol száz kultúrának a térnyerése az nyilvánvaló, és tulajdonképpen innen hozták, hogy tulajdonképpen ez egy angol ír szokás, de egy nem jó, egy pogány szokás. Ráadásul ugye hát ez az eredeti, azt hiszem a tavalyi alkalommal erről is beszéltem én itt a televízióban, akkor részletesebben, tulajdonképpen ez egy nagyon gonosz dolog volt. Tehát a kiszemelt családnak akkor rakták oda azt a halálfejes tököt, ha ott a családot ki akarták írtani. Tehát ez játékból sem jó. Tehát ez egy olyan szörnyűség volt, és hát én szerintem ez nem szerencsés. Most aztán játékosan emlékeznek rá, de azért ez keresztény szempontból egy egészen más valóság, és hát torz világot mutat számunkra, mert éppen arról volt szó, ugye azért is olvastam föl a Szentírás, hogy békességben vannak, szeretetben. És hogyha nagyon érdekes egyébként, hogy hát igen, tehát a mai világ próbál mindent összevegyíteni, és akkor abból valami elfogadható egyveleget alkotni. Hát nem javaslom senkinek, se a gyerekeknek, hogy így beöltözzenek, vagy játékból ezt tegyék, egymást ijesztegessék, vagy ezt a tököt ott kirakják, mert azért erre így emlékezni, hogyha ez egy ilyen valóság, ugye, hát most egy, tehát egy kicsit hasonlít ez a tulajdonképpen, amit mindig elítélünk, ugye azok voltak ilyen, hát táborok, ahol az embereket direkt ugye azért vitték oda, hogy ottan dolgozzanak és meghaljanak. Hát szóval mi ez, azt mindig csak azért emlékezünk rá, hogy ilyen többet ne legyen. Hát tehát ezt nem javaslom. Tehát ennek ilyen gyökerei vannak, nem keresztény gyökerek. És a mai ünneplés azért, amit gyakorlatban látunk, ugye sokan kimennek a temetőbe, virágokat visznek, beszélgetnek, találkoznak, hát szomorkodnak, ugye azért annak is megvan a maga jogosultsága, hogy elsírassuk a halottainkat, főleg ha friss halottakról van szó, akik még a közeli időben hunytak el. Valóban vannak tragikus halál esetek, amit az ember nem ért meg, de itt a szentírási részlet is úgy megvilágosítja, hogy hát az ő elmenetelőket balsósnak véljük, itt a földi körülmények között, mert lehet egy baleset, esetleg, de mégis azért ők már jó Istennél békességben vannak. És az egyház ebből indul ki, és ezért is fontos, hogy mi imádságos lélekkel látogassuk a temetőt. És hát talán ez is fontos, hogy a temetők azért mindig a tiszteletnek is a helyei, mert lehet, hogy éppen szentek vannak ott, tehát ezért a sír gyalázás, meg hát vannak, akik ilyen etnikai okból próbálják kihasználni, most Romániában vannak ilyen események, hogy egy alapvetően magyar temetőt, elhunytakat, ott megpróbálják kisajátítani, hát ez a legcsúnyább dolgok közé tartozik. Hát mindenkinek megvan a méltósága, úgyhogy, és a temetőben való viselkedés. Hát ugye a régi pogány szokások azok viszont érdekesek. Ma is van egy pár népcsoport, ami követi, sőt még az ortodoxiában is, ahol a, hát a halotti tor, vagy a évfordulón újabb ünnepeket rendeznek, és olyan hely, olyan kultúra is van, ahol éppen kimenek a temetőbe. Ugye a római sírok is erről tanúskodnak, hogy a régi ókori Rómában
ezeken a sírhelyeken ott külön összejöveteleket és lakomákat is rendeztek. Volt nekem is olyan temetésem, ahol hát a halott mellé minden egyebet is beraktak, hogy majd az elkísérje, tehát italokat is, pénzt is, meg, sőt, még a mobiltelefonját is. Hát, úgyhogy mi ezt katolikus szertartás szerint nem szoktuk tenni, mi imádsággal kísérjük, mert tudjuk, hogy az ember nem viheti magával, az egy másik világ, onnan ebből a világból elköltözünk, és majd a Jóisten fog bennünket újra az életre támasztani. Mi ezzel a reménnyel búcsúzunk a halottainktól, és imádkozunk értük. Így az imádsággal kapcsolatban egyrészt az egyházi szertartásoknak nagy ereje van, azokba bekapcsolódva, illetve az egyéni imáknak is, és itt is vannak külön. Egyrészt a maga a haláleset is most már nagyon ilyen egészségügyi körülmények között folyik legtöbb esetben. Kevés embernek adatik meg, hogy szépen fölkészülve, családtól elbúcsúzva, esetleg írásos vagy szóbeli végrendelettel távozzon a földi életből. Régebben ez jobban megvolt, mert a generációk együtt éltek, és azt is tudták, hogy a halottaikért imádkozni kell. Meg, hogy a halottnak ebből a világból egyfajta készenléttel kell eltávozni. Hallottam ilyen történetet, ezt a spirituális atyánk mesélte el, hogy az ő falujukban volt, hogy volt egy család, ahol a két rokon, hát nagyon nagy ellentétben élt, és haraggal váltak el egymástól, és bizony az egyik idős korában haldokló rokon nem tudott meghalni. És akkor aztán végül azt találta a család, hogy ez mindez azért van, ez a hosszú agónia, hát mert még nem bocsátott meg a rokonának, úgyhogy föltétlenül ezt a kibékülést most meg kell, hogy történjék, rá is beszélték mind a kettő felet, hogy szépen tessék most már megbocsátani, most már erről a világról úgyis el fog menni, és meg is történt. Szépen megbocsátottak egymásnak, még meg is könnyezték ezt a helyzetet, és valóban az elhunyt békés lélekkel távozhatott a földi életből. Tehát az a fölkészültség, az mindig fontos. Hát éppen a napokban hallottam egy szomorú hírt, egy délvidéki, hát magyar származású atya is hirtelen meghalt egy balesetben, egy ködben, egy szerencsétlen helyzetben, pedig ő segíteni készült, tehát bizony néha nem tudunk jól fölkészülni, de várjuk is, hogy bizony lehet, hogy mi is akkor megyünk el, amikor nem gondoljuk. Erre is figyelmeztet ez a két ünnep. Ez a Minden Szentek ünnepe, meg a halottak napja is, hogy hát bizony nekünk is egyszer be fog fejeződni az életünk, de hát azért legyünk készen, és erre az örökké valóságra bizony készülten kell átlépni ezt a kaput. Ha pedig nem teljesen sikerül, akkor pedig, hogy mi pedig imádkozzunk azokért, mert bizony sokszor van, és sokszor mondják nekem, hogy hát beteg volt ugyan a kedves hozzátartozójuk, de hát úgy nézett ki, hogy még van lehetőség a gyógyulásra, és egyszer csak mégis hát szegény átköltözött az örökké valóságban, meghalt. Hát bizony ezzel a valósággal is szembe kell nézni nekünk is, és ezt vigasztalást is ad. A gyásznak megadja a módját, a szertartásait és a vigasztalását is, hogy igenis tudunk még segíteni, akkor is, ha már nincs közvetlen kapcsolat, és igenis fontos, hogy ez a kapcsolat most is nagyon szép legyen és szent. Milyen szimbólumok jelennek meg az ünnep alkalmával? Hát a egyházi szimbólumok, hát egyrészt a színekben mutatkozik meg, hogy a mennyország az örök dicsőség fénye, ezért a fehér szín jelenik meg a liturgiában, tehát a Minden Szenteket mi fehér színben ünnepeljük, illetve hát a magával a
akiket ismerünk, azokat a szenteknek a minden szentek litániáját szoktuk felsorolni. Természetesen ez a teljesség igénye nélkül van. Hát ugye a vértanúknak a neveit, akiket fölírták a történelem során, én láttam néhány ilyen kötetet, csak úgy azért mondom, tehát több millió, tehát ezt nem lehetne elmondani, de az ismertebb szenteket szoktuk ekkor felsorolni. A másik a halottak napjára pedig a lila, az a sötét viola szín, ez a teljes meghatározása, ami a bűnbánatnak, mivel ők tisztulnak, ezt a szint alkalmazzuk, és hát szintén a könyörgésekben is megemlékezünk, hogy Isten irgalmazzon nekik, bocsássa meg a bűneiket, és hogy bemehessenek az örök dicsőség honába. Aztán a temetőben, ugye ott a főleg a kis mécsesek jelentik a szimbólumot, hogy az imádságnak, a megemlékezésnek és a tiszteletnek a lángjai égnek, illetve hát a koszorúk és a virágok. Hogy az ő életük is ki fog bontakozni. Ez egyébként az ókori római keresztény katakombákra is jellemző volt, hogy hát oda nem élő virágot vittek, hanem a falakat díszítették virágokkal, állatokkal, boldogságnak a színeivel, tehát így akarták kifejezni, hogy azért az ember föld élete lezárul, de a jövője az még igenis ki fog bontakozni, az még ki fog virágozni. Hát ezeket a szimbólumokat használjuk. Nagyon szép és hangulatosak ekkora temetők, főleg az esti és az alkonyati órákban, ott mind égnek a síroknál a kis mécsesek. Ez egy szép szokás, de ami fontos, hogy ez egy imádságos lélekkel történjen, mert hát ez egy néhány negatívumról is megemlítenék. Egyrészt a hangoskodás, akkor ott cigarettáznak a temetőben, illetve rágóznak és egyebek. Hát ez szerintem nem a tiszteletnek a jele, és ez sajnos sokszor adódik. Persze örülünk, hogyha másokkal találkozunk, de azért a nagyon hangos beszélgetés azért az is jellemzi most már a temető látogatókat, hogy nagyon hangosan beszélgetnek. Hát ott egy kicsit az elmélyedésre és az elcsendre is szükség van, vagy a szép közös imádságra. Mi megpróbáljuk így ünnepelni majd. A halottak napján megyünk ki a Péti temetőbe, és akkor 9 órakor tartjuk ezt a szertartást, tehát a minden szentek litániáját és a elhunytjainkért végzett imádságot. Ezen az alkalmon kívül lesz más lehetőség is, vagy lesznek olyan misék is, amikor a pétfürdői hívek ellátogathatnak a templomba? Igen, hát a minden szentek napján, november 1-én ünnepi miserendet tartunk, tehát akkor 8:30-kor lesz a szent mise. És akkor a templomoknak, illetve a plébániáknak mindig van egy alapítványi szándék, és akkor ekkor végzem én el egyébként ezeket az alapítványi misék szándékára. 2 ilyen misét kell mondanunk, ez a kötelező, és akkor ezekben a napokban végzem el ezeket is, hogy az itteni elhunytjainkért, a volt lelkipásztorokért, benne vannak a volt hívekért, és minden katolikusért, és minden megholtért is. Szeretne valamilyen üzenettel búcsúzni a tévénézők számára? Hát én avval búcsúzok, amit úgy én is személy szerint is fontosnak tartom, hogy a Jóisten azért adta a kinyilatkoztatást, hogy az bennünket bátorítson, nekem nagyon sok lelki erőt adott, az édesanyám halál akkor is, haldoklott, akkor is tudtuk, hogy ő most a Jóistenhez fog elköltözni. És utána pedig a közös imádságok is megerősítettek bennünket. Hogy a Jóistennek a vigasztalása, Jézus Krisztus föltámadása az egy nagyon fontos dolog. Itt a Földön úgy tűnik, hogy talán jelentéktelen lenne, de nem, bizony ma is megmutatkozik
azok, akik hittel gyászolnak, és a Jóisten vigasztalását is átérezhetik, azok bizony szépen és békében tudnak elbúcsúzni szeretteiktől is. És kívánom, hogy ugyan ebben legyen részük mindazoknak, akik ezeken az ünnepeken, mind a templomban, mind a temetőket majd látogatják.